Vízer Dani mondta a legjobbat, hogy Csák Norris még nem futott a Bence viszont ő tartja a pályacsúcsot, úgyhogy szerintem ez legyen a szlogenünk. A Csák példa ellenére korán sem lehetetlen a Bencehegyi futóverseny teljesítése, sőt évről évre nagyon is népszerű a Kaufer Tamás által szervezett tömegsport esemény. Egy körülmény már most biztosítottnak látszik az augusztus 20-i futóversenyre, a Kánikula. Már addig még változhat az időjárás, a Bencehegyen mindig brutális meleg várja a futókat. A tavalyhoz hasonlóan lesznek jeges frissítő állomások idén is. A szokásos 4 táv, 5 km, 10 km, 15, és egy fél maraton is lesz, aki ezt bevállalja. A Bencegyi pálya rendkívül becsapós, fentről indul, majd jön a neheze fentről indulunk a hegyről, mert ott vannak meg a technikai feltételek, tehát először lefelé az első körben ugye, lefelé fut két és fél kilométert a futó, és akkor utána jön a vissza két és fél, és ezen a két és fél kilométeren belül 95 méteres a, szint szintkülönbség. Ez, ami nagyon gyilkos, illetve hát az időjárás. Tehát aki egy kört fut, az, az 95 métert fut felfelé, aki egy félmaratont, az, az közel 400 métert, és azért ez nagyon sok. Kaufer Tamás nem csak sportszervezőként, sportolóként is maradandót alkot. Legutóbb a Makkabi világjátékokon vett részt, ahol 10 kilométeren állt rajthoz, és 60 év felettiek között a harmadik helyen zárt. Jó óriási élmény volt, hogy, hogy tulajdonképpen a, a két hetet, több mint két hetet tudtam eltölteni Izraelben a Makabi világjátékokon. Hát ráadásul az a megtiszteltetésért, hogy a, a Makabi vac, úgy döntött a budapesti Makabi vac, hogy a magyar csapatnak, a magyar delegációnak, ami száz fővel képviselte magát Magyarország, én vihettem a nemzeti színű zászlót be, a Jeruzsálemi stadionba, és hát ez egy óriási élmény és megtiszteltetés volt, igen. A Bencehegyi futóversenyre érdemes időben nevezni, mivel összesen 150 fő állhat rajthoz.